Idén márciusban a magyar női kézilabda válogatott Győrben fogadta Hollandia legjobbjait egy Európa-bajnoki selejtezőn, ahol Tomori Zsuzsanna előső keresztszalag szakadást szenvedett 2 perccel a lefújás előtt. A válogatott átlövő az elmúlt fél évben rehabilitációs munkát végzett, melyet a Nemzeti Kézilabda Akadémia Rehabilitációs Központjában kezdtek meg, majd ezután a Győri Audi Eto KC stábjával folytatott. Folyamatosan kommunikáltunk, és amikor már úgy éreztük, hogy vagy úgy tartották a szakemberek, hogy elkezdhetünk egy dinamikusabb munkát, tehát klasszikusan az erőfejlesztés, a max erőfejlesztés, illetve ezeket a dinamikus mozgásokat, akkor a Zsuzsi hazajött hozzánk. Ez olyan 3,5 hónap után történt meg, és akkor megpróbáltuk szisztematikusan felépíteni az egyszerűbb, könnyebb mozgásoktól haladva a nehezebb, dinamikusabbak felé. A visszatérés pedig már annyira közel van, hogy az átlövő részt vehet a csapat edzésein, de még az intenzitással nagyon vigyáznia kell. Tomori Zsuzsanna azonban tudja, mit kell tennie, hiszen már több sérülésből is visszatért a pályára. Nagyon jól tudja, hogy most a türelem a legfontosabb, illetve az, hogy figyeljen arra, szervezete, hogy reagál az egyre növekvő intenzitásra. Már nagyon-nagyon közel vagyok, úgyhogy most kell a legtürelmesebbnek lenni, de most annyira elkezdtem újra élvezni, hogy a többiekkel is vagyok már délután, azért délelőtt is már az elég sok mindent meg tudok csinálni, tehát ez már tényleg közelít a kézilabdához. Úgyhogy most egy kicsit okosnak és türelmesnek kell lenni, de remélem egy hónapon belül már azt tudom mondani, hogy teljesen visszatértem. A keresztszalag és az izomzat megerősítése mellett a kulcs az állóképesség visszaszerzésén van. Emellett a kézilabda specifikus, gyors, dinamikus mozgásokba kell visszaszoknia, hiszen csapata, az Audi Eto, most a rohanós, robbanékony játékot preferálja. Mindenképp ezt a védekezést szeretném először összerakni, hiszen ez nagyon-nagyon sok kontakttal és erőfeszítéssel jár, hogy a beállóst húzza, mondja, meg tudjam farkolni, ha esetleg valaki jön, akkor én is el tudjak vele menni. De úgy gondolom, hogy ez is elég közel van, úgyhogy azért kell az, hogy lassan a többiekhez beálljak, hogy érezzem azt, hogy milyen test közelből, ahogy jön a labda, ritmus tudjak fogni rajta. De úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma, úgyhogy az nagyon remélem, hogy ilyen január közepe végére már azt is teljesen tudni fogom. A kétszeres BL győztes játékos optimizmusát mutatja, hogy szeretne már a Fradi elleni január 2. mérkőzésen pályára lépni 100%-os állapotban. Ebben azonban a novemberi és a decemberi munkának még óriási szerepe lesz.